Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Jó reggel! Juli! Csoda vidámság! De jó! December elsője van, úgyhogy ma reggel a gyerekek kinyitották az első csokoládét az adventi kalendárikban. Minden nap csoki? 24 napon keresztül kis kocka csoki? Egy kis-kis darabka csokoládé, igen. Az elsőt... Egy hete ott állt az ablakban, már nagyon várták, úgyhogy... Az elsőt, és utána még a rá következő 8-at. Mi például így ettük annak idején. Kinyitottuk az elsőt, akkor esetleg a második, nem majd a szólnak. Sose felejtem el, hogy ez mekkora élmény volt gyerekként, hogy minden nap kinyithattál egy ablakot. De hogy látom a Benin is, teljesen transzmama már tegnap mondta, hogy apuci, mától nyitunk. Még szerencsé, hogy Viki ezeket így fejben tartja, hogy tényleg mától ugye 24-ig, és ezt már beszerezte, de hogy a gyerek tényleg transzban van, és én emlékszem gyerekkoromban, hogy baromi nagy élmény volt. Tudtad, hogy... Egy szemmogyoró van benne. Igen, de minél megkerested a számot, nyithattál, kinyitottad, anyádék lefeküdtek, még a mi az összes maradék 20-at szintén kinyitottad, kietted, visszacsuktad, ugye? Tényleg? Hogyne, hát nem volt olyan, aki nem ette ki előre. Persze. A Bodzolinak az oldalán láttam egy pár hónappal ezelőtt, vagy pár héttel ezelőtt egy adventi naptárt, amit a férfiaknak ajánlanak a papírdobozos sörökbe. Így van. Hát az nem egy karton sör, de nagyon jó, az nem véletlenül 24. Nem véletlenül van benne 24. Az én gyerekeim nagyon fegyelmezettek voltak. Egy hete ott van az ablakban, minden nap megkérdezték, hogy még hányat kell aludni ahhoz, hogy kifejsek az esetben. Pedig kapnak édességet, tehát nem arról van szó, hogy ez ilyen nagy ritkaság számba menne, de nagyon fel voltak hajzva. Viszont mára egy csomó mindent tartogatok, úgyhogy vágjunk is bele. Azt hiszem, hogy az az élethelyzet... Ez a beszéd! Így van! Te! Agonizál a fiatal nő! Jó közel a mikrofon, jó közel, mintha valami más. Nagyon sok nő számára lehet ismerős, nevezetesen, amikor hetekig, hónapokig, sőt néha évekig könyörgünk, rimánkodunk a férjünknek, hogy azt a polcrendszert, amit már egyszer megvettünk, és ott áll jó ideje a kamrában, ugyan szerelje már föl, vagy fesse már ki a fürdőszobát, amit már hosszú ideje ígérget. És akkor ugye ilyenkor apu rettenetesen megsértődik, hogy miért kell ezt állandóan felhozni, megígértem, meg fogom csinálni, aztán nem csinálja meg. Vagy B, nagy nehezen megcsinálja, de utána térdre kell borulni előtte, és amikor vita van, akkor mindig arra mutogat, hogy én bezzeg segítek, és látod, ott van a polcrendszer, azt is felszereltem, vagy C, nagy nehezen megcsinálja, és el is cseszi. És akkor van a D, aki megcsinálja első szóra, ez viszonylag ritka. És hát nyilván ezt megelégelendő, egy csomó nő gondolja azt, hogy ezeket a dolgokat ők is meg tudják csinálni, hát miért várnának apura, anyura, hogy kifessék a fürdőszobát, hogy összereljék. Igen. Nem feltétlenül, sőt... Apu is azt mondja, hogy basszus, vízmérték. Igen, és állandóan, igen, hogyne, persze. Miután ő se rakja föl vízmértékkel, vagy szétfúrja a falat, meg egy csomószor van ilyen, hogy amikor az anyu megcsinálja, és egyébként tök jól néz ki, akkor odaáll, és... Hát ezt lehetett volna szebben is. Igaz, hogy ott áll másfél éve az egy nyambat polc, ő nem ért rá. Más, kereste a pénzt a családnak. Szóval egy csomó nő ezt meg tudja csinálni, és hát erre ráeszméltünk, úgyhogy most már ugye van egy csomó blog, újítsd föl, csináld meg, fesd át, egy csomó nő blogol, csinál do it yourself. Kérem, hogy igen, nem? Csináld magad, igen, blogokat, és ezek nagyon sikeresek. Úgyhogy nem kell feltétlenül férfi kéz ahhoz, hogy ezek a dolgok megszülessenek. És egy Barkács áruház jó érzékel rájött arra, hogy van egy csomó nő, aki szívesen önmegvalósítaná, csak legfeljebb nem nagyon tudják ezeket a technikákat. Úgyhogy mivel ebben az évben már nem lesz ilyen program, nyugodtan elmondhatom, az a neve, hogy Women's Night. Csináltak egy kétórás programot. Mi angol tanfolyamon vagyunk ma reggel, gyerekek? Hölgyeknek. Lényeg az, hogy lányok, kifejezetten nők regisztrálhattak erre a programra, el lehetett rá menni, több százal jelentkeztek egyébként erre a programra, és megtanították őket falat festeni, szalagpalkettát lerakni, barkácsgépeket használni, csempézni, és a többi. Nem mondod, hogy elmentél? Elmentem. Elmentél erre? Ekkora a baj otthon? Nem. Csak az... Nem, egyébként hát a Miró nagyon jól főz, de egyébként ő nem. A másban nem erős. Jól érzem. Ő nem egy feltétlenül egy kézügyes ember, de próbálkozott párszor, aztán rájött, hogy ez nem megy neki, úgyhogy mi szakembert szoktunk hívni. De én elmentem erre, és megtanultam csempézni. Ez tényleg éjszaka volt? Hát éjszaka kellett menni? Este hétre kellett menni, és este 9-ig tartott. Mutatok róla képet, csak hogy. Rengeteg nő, rengeteg szögbelövővel a kezében. Hát úgy képzeld el, hogy. Kicsit így kiköpnek oldalra. Csináltam róla képet, itt van egy fotó. Tehát, hogy itt ez így ott majdnem az áruház végéig. Több száz nő jött össze. Tudod, és mindenki összén, neked is bénapali? Igen. Aha, neked igen. Is suta, neked is. Nyomorult. Ne tudd meg. Egyedül vagy egyedül. Igen, és akkor az a lényeg, hogy
hogy ilyen csoportokra osztottak minket, vagy például Attila, ami emberünk. Attila, na, én... mesteretek. Attila. Ezért mentetek a hapsik miatt. Attila. Attila. Ó, mester! Nem vagy normális. Szóval én a csempézős brigádba mentem, elvittek minket egy külön. Ezt te választottad, vagy pedig ez jutott? Nem, én választottam. Ez nagyon kemény. A csempézés sehol nem fogod tudni megtanulni. Mert valami... hogy otthon is kéne csempézni? Nem, nem kell csempézni. Csak hogy tudjál csempézni. De ha majd kellene. Ha egyszer, ne adj Isten, kellene. Az csempézni, akkor... Jaj, ne kérlek, azt le lehet mosni. Figyelj ide, na itt van Attila, ő csinálta a workshopot, és akkor látod itt van a csajok, ahogy... Mondjuk el, hogy mit látunk, igen, csajok, gyerekek, ilyen munkavédelmi gyerekek. Ruhában, hát a gyerekek nem az... Nem fehér, ilyen műtős ruhában, térdelnek egy fal előtt, és lehet, hogy csempéznek. Felhoztak ilyen gipszkarton falakat, és akkor megtanították, hogy hogyan kell összekeverni. Ezt például én csináltam, látod? Hová tart ez a világ, gyerekek, nők vesznek részt olyan tanfolyamon, ahol csempézni tanulnak. Megáll az eszem. Szóval, hát és ez egy külön szakma, úgy, tehát ez nem egyszerűen egy falfúrás. Igen, megmutatta a férfi, hogy hogyan kell összekeverni a férfi. Igen, Attila. Az Isten. Hogy hogyan kell összekeverni a csemperagasztót a csempével, hogy hogyan kell betenni ezeket a... Stávtartókat a csempék közé. Igen, hogy ne legyen, hogyan kell fölkenni a ragasztót, és a többi, és a többi. És aztán fugáztatok is? Ki is fugáztuk, nézd csak. Ott van a fuga, csak barna csempe, rózsaszín fugával. Nem, azt én nem, is nagyon szeretem. Nem. Attilával. Csempészte is Attilával. Igen, fugázzunk. Nem, szépen kifugáztam, csak nem volt annyi idő, hogy megszáradjon. És úgy, utána ezt levették, ezt a csempét, vagy ezt hazavitte? Nem, az az igazság, hogy ez 9 óráig tartott ez a program, akkor már zárt ugye az áruház, úgyhogy egy idő után kidobtak minket. Nem, szépen mindenki felrakta a kis csempét, meg kifugázta, mindenki megtanulta a technikát. Egyébként abszolút releváns kérdéseket tett föl mindenki, tehát hogy hogyan kell levágni, hogyan kell úgy, hogy ne legyen hullámos. Van barátnőd, Attila? Átjönnél abba megnézni a fugámat? Mennyit kell alá fölé rakni, úgyhogy megtanultuk a technikát. Kérlek, légy szíves. És tudod, nem mondod, hogy hoztál arra valami. Arra gondoltam, hogy... Gyerekek, meg leszünk alázal. Már volt, készüljetek. Szóval, hogy hasznos világtalant, én már láttam ilyet. Úgyhogy kértem hozzá mindent, a fogas gletvastól kezdve a csemperagasztó is. És kicsempézem a stúdiót. Úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy nektek ez hogy megy, mert hogy kifelé mindig nagyon nagy a férfiak hangja, de ha oda kerülnek, akkor nagyon sokszor elúsznak, úgyhogy esetleg ilyen Gyula hozza a falat, konkrétan. Megvan a telefonszám neked is, ugye, akit felhívunk ilyenkor, hogy jöjjön becsempézni. Ezért volt bent, néztem, mondom, basszus, néztem, hogy, mert ugye állandóan gyűlik mindenféle cucc bent a szerkesztős, és nézem, mondom, basszus, csempe, mondom, csemperagasztó, hogy hívják, ilyen vas, olyan simító, mondom, hát Juliek, nem még mindig tart ez a nyomorult lakásfelújítás, és mindent ide kell rendelni? Gyerekek, én otthon bármit mond a Viki, hogy drágám, kiégett a lámpa, a kicsim, leesett a csempe, én egy mondattal megírom. Hívom, kicsim. Hívom. Legyen mindenre megfelelő ember. Ha hülye vagy, ha béna vagy, jó, legyen embered. Jó. Én így élek. Azért a Kárpát-medencében sehol sem olyan ápolt a fuga, mint nála. Én a rózsaszín fugát minden nap ápolom. Na, Balázs, gyere már, mert próbáld már. Én? Igen, hát... Hát arra gondolok, te vagy a legkevésbé műszaki. Én abszolút antitalentum vagyok, de hogy teljesen. Konkrétan 4 hétig húzom magam, mire egy égőt kicserélek. Na, de figyelj, azért ez neked igazán kihívás. Egyébként nem egy nagy etvász. Be van keverve minden, előre minden? Ez egy olyan... Eleve be van keverve. Nem akartam ezzel. Feri nem csinálhatja. Feri lubickol ezekben a dolgokban. Én kedvelem, biztos, sajnos. Igen, Feri összerakja. Nem. Te most vagy túl nemrég egy felújításon, úgyhogy Balázs, tudom, hogy imádod az ilyen szituációkat. Abszolút. Látom, hát, abszolút. Úgy vágytam erre, hogy oda mensek, amíg csempészhessek. Na, te nem szoktál dumálni a feleséged, de hogy mi van a műsorodban? Bármikor átbaszúr. Bármikor átbaszúr. Ez nem tudod, mi a neve? Nem. Hát ez valamilyen... Az előbb mondta. Mi ez? Nem tudom. Gletvas. Az! Fogas gletvas. Így van. Gletvas. Igen. Na, jó, igen. Fogas? Ez itt a spakli. Ez a spanifer. Spanifer. Ez a fal, aminek... Isten, mi az, miért áll a furán? Pontosan jól áll, nézd meg, milyen gyönyörűen fogja. Csak legalább te legyél már vele. Jó, megnézem. Most Juli kibontotta a csemperagasztót. Csak mondom egyébként, hogy az áruházi katalógusokban általában ilyen férfi manökereket szoktak beállítani, egy Balázs, közük nincs a témához, de hiszen jól néz neki. Szóval az a lényeg, hogy fogja egy kis ragasztót, igen, és rag rá a gletvasra. Aha. Nem azt a kicsivel többet. Azt így csinálj, rá kell szépen, így. Nem, jó, akkor még tegyél rá, jó? Nem azt akarjuk bevonni.
Nem, rakjál rá rendesen. Rakjad, ne, pakold rendesen. Ne, ne, nekem szét, csak rakd. Pakold rá, mint a fagylaltot, kezd el rakni rá. Ne sajnáld, rakd. Úgy. És most fogd meg alulról csoki az egész punc, szó. Csoki puncs, Magamér bácsi, csoki puncs. De miért csavarja? Igen, nagyon jó, tehát alul nem lesz úgy, csempe, jó, az tisztán nem kell nagyon magasra, ne vidd föl, hát itt kell szét, hogy minden olyan legyen. Aha, nagyon jó. Hát igen, próbáld. Alul és a szélén nem lesz csempe, ez látszik tisztán. Nem, én azt... Gyere, ígyunk egy sört, halad, gyere már, halad, már egy órája csinálok már, szóval gyere már, segítsen rohadt. Kimegy belőle a bubi. Hol vagy már, halad. Látta, mi jó, senki van a házban. Rövid is van meg valami. Csinálnád. Véd elkapnám, halad, elmegy maga gazda. Alul nem akarsz, te nem, direkt nem. Marra de miért ő ki, azt mondtam, hogy alul nem lesz csempe. Nem. Én nem tudok csempézni. Annyira. Nem is kell. Nem. Mi is igen? Így indultunk, aztán talán milyen szép lett. Jó, hát igazából alulról kellett volna kezdeni, mert akkor látszik az, hogy nem. Adj egy csempét, hogy itt hamar mindjárt házulra, lesz nagy izé kapsz. Igen? Igen, na most ezt... Meg is zsúl. Kegyértártartót. Nagyjából erre számítottam. Kegyértártartót, nagyon jó. Fönt van az első csempe, senki nem tenné föl, ugye, mert ő fölfelé dolgozik, a mesterünk. Tehát nem hosszában, hanem... Így kérte a tulaj gyereket. De a másik oldalra is tegyél. A két távtartó közül az egyiket betette, jó, a másik is. Nem az eleje a lényeg, hanem a vége. Majd akkor majd megnézzük. És a végén pedig... Le fog esni. Balázs, ez neked otthon le fog esni. Nézd már meg, milyen jó. És a végén pedig... Engem szívattok, gyerekek. De nem, ez jó, nekem tetszik. Nekem tetszik. Ha nem rovátkás, akkor nem fog ráragadni a csempel. Le fog potyogni neked otthon. Egyet tusolsz. És leesik. Nézd meg, már csúszik. De mi a rovátka tartja meg? Hát a rovátkába ragad bele, igen. Miki, gyorsan, gyere, szólj hozzá, le még koncsát a falon. Istenem, na, akkor ígyunk még egy sör. Jó van, na, meddig csinálják? Jó, tegyél föl még egyet, léci, jó? Igen, fölrakok egy utolsót. Aha, de nincs rovátka, most se látod. Nincs rovátka, nincs csempe. Vagy csak a kararai márvány tudom feltenni. Kararai márvány. Jó. Tényleg, szerintem elsőre nem rossz. Aha. Fizessek, hozz a számát, stáv, így figyelj. Van. Na, az a baj, sose teszed le, vagy sose szeded le többet. Ha nem tetszik, maga csinálni. Jó. Ennyi. Hát nekem is el kellene menni egy ilyen tanfolyamra. Én minden ilyet utálok. De hogy sansztalan. Nem. Szeretett, nem. Hát nem, hát sansztalan, hogy ennek nekiálljak. Erotikus beöltöző szolgáltatás a tiéd. Ez annyira, vagy ez a... Jó, oké, rakjon fel egy három csempét a fiatalember, azért csak, hogy meglegyen a feeling, aztán térjünk a lényegre. Egyébként meg nem rossz. Hát újra értelmezi. Most mit kell itt állandóan az a az rend? Egész szakmát. Az a rohadt rend nálad is, Juli, hogy ugyanannyi mindig a távolság, a fugák, ugyanolyanok. Nézd meg, újra értelmezte, átgondolta, tök jó. Azért ez is egy szakma, legyünk őszinték, nem? Hát ez szóval, az hogy azért nem úgy vagy, csak hogy megtalálod és fölrakod. Ilyen unatkozó háziasszonyként, hogy elmegy az Attila miatt. Félre ne értsétek, én nem gondolom azt, hogy ezek után én... Mondjuk a mi fürdőszobánkat én szerintem nem csempézném ki, de egy vidéki házban, ahol nincsen minden nap szem előtt, ott simán megcsinálnám. Nem olyan és nagy mi dolog. Mi a bajod a vidéki házakkal? A vidéki házak azért igényesen. Nem, várj. A vidéki kőműves igényesen csempéz. Nem, félre ne értsd. Tehát azt mondom, hogy nem lenne minden, igen, hogyha nem lenne minden nap szem előtt, akkor mondjuk az a nem lenne olyan cél, hogy a hétvégi házamban most már kicsempéznék. Nem engednélek oda a vályokhoz. Az biztos is. Egyébként nálad milyen házi munkát lehet rád bízni? Nálunk, gyakorlatilag mindent. Tudsz csempézni? Nem. Szalagparkettát lerakni? Se. Na gyereke, azért a csempézés nem házi munka. Tehát, hogy igen, azért tehát, hogy ház összetett, körüli munkát inkább akkor mondani. Kérdés, mert ki lenne egy kis házi munka, rakd már le a szalagparkettát 30 négyzetméteren. A porció porzsákért, jó, utána pedig kicsempézem, jó, a fürdőszobát, jó, és lerakom a járólapokat is. Oké, jó, egy kávét közben, nem, semmi, jó. Igen. Szóval azért ez több mint házi munka. Igen, elmosogatok és tetőt fedek, tehát, hogy egyébként nagyon-nagyon jó hangulatú volt ez az este, és mondom, tehát nekem sok reményvesztett háziasszony, akinek mind béna a férje. Figyelj, volt beletek valami közös. Mondom, az volt nekem a fura, hogy nem ilyen lükességeket kérdeztek, hogy igen, és akkor melyik oldalát kell beragasztózni, vagy hogyan tegyem föl, hanem rögtön jöttek a kérdések, hogy oké, mennyi idő után törölhetem le például a fugát, tehát hogy ő neki otthon ez most valószínű, hogy építkezés kellős közepén van, és valószínű jó adag pénzt akarnak úgy megsporolni, hogy ők csinálják meg majd a munkálatokat, és aput nem biztos, hogy be lehet vonni ezekbe a feladatokba. Aha, na látom, hogy sok tényleg kis unatkozó ázi eszények, és akkor Attila ott nyomta egymás után a jobbnál jobb sztorikat. És akkor nem hosszába, hanem keresztbe rakta föl a bordűt. Jaj, annyira cuki, úgy ráülnék.
olyan édes, nem? Ahogy tök jó fejek voltak, egyáltalán nem voltak egyébként lekezelőek. És az egész épület megtelt ilyen zsongással. Tehát hallottuk, ahogy a ütvefúrók, meg a dekopírfűrészek a távolban így morajlanak a túloldalon, kalapáltak, mi csempésztünk, valahol a távolban szögbelőttek. És mi lett az eredménye? Hazamentél, és van már új csempe? Van már új parkett? Valamit kamatoztattál? Tehát megcsináltál nem, valamit? Nem, megcsináltam a képeket. Az egy melbelőtted a szögbelőbővel két szemíró. Nem, de most már ezt is tudom. Tehát, hogy ha kell, akkor mázolok, ha kell, akkor csempézek. Ja, hogy ez most egy picit hosszúra nyúlt. Álláshirdetés volt a részem. Ha kell, akkor permetezek, hívd Gyulit. Én bírom, hogy ezeket bevállalod. Szerintem egyébként ez nem olyan nagy dolog. Persze, ha megmutatja valaki, hogy hogyan kell csinálni, akkor ezt meg lehet csinálni. És szerintem Balázs, te is meg tudnád csinálni, csak jó, most a sok kedvéért. Jó, de legyünk őszintén, mennyi a realitás, hogy ott érdelsz két Népszabadságon, egy csákóval a fejeden, nem? És kened valami fürdőszobába, és csempézel. Hát azért erre van egy szakember, megfogod, kihívod, megcsinálja. Nem? Legyünk őszintén, ha csak tényleg nem rettenetesen balfék a férjed, és mondjuk nem engedhetitek meg magatoknak, akkor neki azt érdelni és csempézni, de hát azért ennek kicsi a valószínűség. Balázs, nem tudom, mennyire vagy tisztában a szakmunkás árakkal, nem tudom, nekem egy ismerősöm. Jó nagy szobára, de kaptak csak, hogy kifessék, semmi más, semmiért vász, nem kellett oda ízni, pitypang, meg bordűr, meg mi a túró, 200 ezer forintban. Tudom, hát én nem találtam parkettet. Szóval, hogyha ezt meg tudod spórolni, és itt már nem arról van szó, hogy ezt már nem mindenki engedíthet meg magának, hát miért csinálnám meg én, hogyha meg tudom csinálni? És hogyha meg tudom csinálni a csempézést, akkor megcsinálom azt. De tetszik nekem. Akkor most harcias hozzáállás. Akkor húzót kérsz karácsonyra? Egyébként igen, oda is mehettem volna, de oda nem akartam, mert aztán rájöttem, hogy ha most megtanulom használni a dekopírfűrészt, nem leszek beljebb, mert ahhoz meg kell vásárolni a dekopírfűrészt, azt mi nem fogjuk megvásárolni, mert csak állna a sarokban. Már lehet kölcsönözni is. Kölcsön. Igen? Persze. Na, hát akkor mutasd már meg egyszer, hogy működik. Kérsz? Akarod? Simán, tényleg. Jó. Rákattan. Szuper. Na. Szóval, hogyha levágod a hajadat jövő héten, és mondjuk a... Na ne, jövő héten még nem. Jövő hét utáni héten, és az RTL Klub nem akar veled többet szerződést kötni, akkor... Az simán megtörtént. Igen, a kopasz hideg burkoló. Igen, januártól. Kell egy másodállás. Januártól brutál köműves dekoltással érkezem majd. Gyűlik a rutin jeligére. Hidd el, jó vagyok, Nálunk is a Viki imádja ezeket. A csajok egyébként tényleg jók ebben. Ő kifestette a gyerekszobát, tapétázta a hálószobát. De miért nem te csináltad? Szép lett. Mert ő borzalom, meg nem szereti. Borzalom lett. Jaj, hogy a Viki egy kicsit eljátszott vele a Viki, aztán hívott egy mestert sok pénzért, és ez megcsinálta. De figyelj, volt egy jön, kör. Jön, hallgat, jön. A Viki most kérik, nem Esen? Játszotta, megcsinálta. Meg, de azt mondta, hogy nem lett jó. A tapéta? Ugye, a legszebb tapéta lett szerelme. Ugye? Sosem láttam még ilyen szép tapétát. Bárcsak most is ötlen az a tapéta, drágám. Az a csúnya mesterbácsi nem szedte volna le. Igen, az a csúnya mesterbácsi. Ha költöztök, azt a falat viszitek magatokkal. Olyan szép. Édesem, az én szívem minden nap új tapétával van kitapétát. Na jó van. Na jó van. Júlikám, hova mész még? Mi lesz még? Csak mondom, hogy van konditermek éjszakája, ha esetleg akarsz. Most hallottam, hogy a múzeumok éjszakája, a mozik éjszakája, után az konditermek éjszakája. És mi éjszaka gyúrsz? Hát éjszaka elmezd gyúrni. Éjféltől kettőig. Konditermek éjszakája. Művészeti után. Egy kis fekvegyomás. De van valami spéci konditerem, ahol nincs olyan, ami máshol van? Nem, ez arról szól, hogy a konditermek, ha vállalják a nyitvatartást, akkor konditermek éjszakája lehet. Igen, a múzeumok éjszakája után elmész, és kicsit éjjel kettőkor fekvegyomsz, meg bicepszezel. Hát mikor máskor, nem? Hát most csak ott vagy a konditermek éjszakája. Nem, van már tervben valami, de azt majd legközelebb. Jó, a csempét féláron átviszem. Puszi, Juli. Puszi, csám. Vigyázz magadra. Ciao, hello. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.